Sziasztok! Általában nem szokott facecam lenni a videókhoz, most sem lesz. Sziasztok! Nézzük tovább, milyen kirakós pályát küldtetek. Ha aki még nem tudja, hogy miről van szó, az nézze meg az első részt. Hát röviden annyi, hogy pár hete, vagy lehet, hogy már hónapja is van, véletlenszerűen egy üres pályára ledobáltam dolgokat, blokkokat, és azt kértem, hogy ezt egészítsétek ki egy kalandpályával, és ezt küldjétek el nekem, én pedig ezt jól végig fogom játszani. Ebből 7 rész lesz, ennyi pálya gyűlt össze, és most vagyunk a negyedik résznél, hogyha jól emlékszem. A mai első pályát nem írta a készítő a nevét, az e-mail alapján Monoki Tony készítette, és az a címe, hogy faszállító kaland. Faszállító kaland, perverzek vagytok. Na, nézzük, tök sötétség. Azt mondja, hülye? Azt hiszem, az akar itt menni, hogy hülye. Oké, aztán megint a kezdés gomb. Na, ez már kezdő szóval szerű. Kezdjük a tudnivalókkal. Semmi. Még mindig semmi. Tényleg megnyomódik? Semmi. Történet? Semmi. Oké, indítás. Nem nézzük meg ezt. Dicsőségfal. A legjobb, legügyesebb és legbátrabb is. Várj, most esik le, miért nincs semmi. Aj, nem írt verziót. Én meg 1.9-ben indítottam el. Itt vagyok újra 1.8-ban. Most már megjelenik felirat is, hogyha megnyomom a hülyét. Látod a varázsgömbben Kernit? Ha nem, akkor rakd be a pályához mellékelt visszas pakkot, és úgy haladj tovább, már beraktam. Jó, akkor most már lesztek tudnivalók meg minden. Szóval dicsőség fal, a legjobb, legügyesebb, legbátrabb és legszeretnivalóbb Command Box Sensei-nek. Tudnivalók? Azt mondja, hogy üdv a kalandpályámon, Csobusa. Remélem nagyon jól fogod élvezni magad. Készítette Papucs Senpai. Papucs Senpai, jól mondtam, hát ez igen. Szabályok, játsz békés módon, kihitte volna, hogy de beállítottam, játsz kalandmódban, ezt is megcsináltad. A pályán nincsenek elrejtett dolgok, keresésükkel csak az időt húzott. Ez jó, jól tudni. Muszáj jól élvezned magad. Történet. Te egy extrém faszállító pervezek vagytok, csoport tagja vagy. A cégetek neve faszállítok. Nagyon perverzek vagytok. Mostani utatok egy völgyön keresztül vezet, ahol honosak a faevő, miért nem faszevő, piros csigák. Épp hogy kényelmesen haladtatok, amikor valami váratlan történt. Hajajaj. Indítás. És ez a kocsim szerintem. Ez mit csinál? Nem tud el? Playgirl magazin. Hát igen, Playboy magazin. Jogosítvány. Jó, azt itt hagyom a kocsiba. Júj! Ó, de menő! Hát ez tök jó. Van egy csomagtartóban. Az igen. Ezek olyan atomübertáp ásványvizek? Én egy ilyen atomübertáp bányász vagyok. Én faszállító vagyok. Ezzel a baltával állítom a fát. Itt van egy néger ember. Szia, Morgan Freeman, nem ő Carlos. Azt a kiukat pótkocsis istenségét, hát ez meg mi, azok a rohadt csigák felzabálták az egész fasz állítmányunkat. És még ide is ürítettek. Hát, de szép. Na ebből elég, most azonnal leszámolunk azokkal a dögökkel. Hé, Csaba! Csaba! Gyorsan kap fel az atomübertáv faszállító felszerelést, hát én is ezt mondtam, a teherautó hátuljából, és együtt írtsuk ki ezeket a kártevőket. Az admirális éppen próbálja megtalálni a nyomaikat. Mintha olyan nehéz lenne. Hát igen, követni kell a nyálat. Na mindegy. Ő a főnök, hagyjuk rá. De hop-hop, szedelőzködjünk, induljunk. Ez eddig nagyon poénon indul, és normálisan meg van építve. Az igen, az ilyenek be az a veszélyes, hogy nem fogom megtalálni, hogy mit csináltam minde. Bocs, hogy a fejedre állok egyébként, de ezek azok a fák, amiket így leraktam. Hogy... Na nézzük, ez micsoda. Ez az irányítópult. Azt mondja a drón, hogy brum, 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 brum. Hol a drón? Itt van Pablo. Felküldtem a drónt, hát ha megtalál valamit, de még nincs semmi. Ott a drón, oda néz, úristen, ez óriás drón.
Megatron. Itt van egy barlang, és azt mondja nekünk az admirális, nem erre vannak a piros csigák, de állat. Gondolat. Nagyon büdös. Ez mi? Oké, hozzászólásban várom a megfejtéseket, hogy ez mi. Itt egy barlang. Hú. Oké, meg vagyunk. Szevasz, Carlos. Nézd, itt is vannak nyomok. Fogadok, hogy egyenesen a fészkükhöz fog vezetni. Haha, el fogjuk kapni őket. Egyébként nagyon másmerre nem is lehet menni, szóval nagyon jó nyomkeresők vagyunk. Na, kőerdő. Azt a milyen fák ezek. Na, erre a faszállító biztos beindulnak. Nagyon kemények. Úgy látszik, ezeket már nem tudták megrágni a kis dögök. Nekünk is csak ilyen fákat kellene szállítanunk. Ilyen fákat kéne faszállítanunk. Szia, Carlos. Hé, itt egy ház. Biztos van benne valami jó dolog. Nézd már meg te, tudod, én egy kicsit félek az ilyen idegen helyektől. Majd szólj, ha találtál valamit. Most komolyan? Itt egy ház, raboljuk, mi már itt vagyunk. Számszerű. Ó, de állat, az igen. Hát ez nagyon állat. Lehet vele valamit csinálni? Már nem emlékszem, milyen tárgy volt eredetileg. Bot, akkor nem. Mi az üvegben? De jó. Alkimista feljegyzése. Elmentem összetevőket keresni. Jó, itt más nincs. Segíts, Carlos, láthatatlan fal. Ó, csak újra beszélni kell vele. Ez az, találta egy számszeríjat. Ő akarom mondani számszeríjat. Ja! Szerszámíjat. Pont jó, úgyis mesterlövész voltam annó a hadseregben, és még szerencse, hogy épp van nálam néhány nyílvessző. Akarom mondani nyílvessző. De akkor induljunk is tovább. Jó, bár ez nem tudom, miért volt fontos a történet szempontjából. Gondolkodjunk. Befúrták magukat, ez a lyuk túl mély. Muszáj lesz más úton tovább mennem. Ez igen, úgy, milyen csigák ezek, hogy ilyen vastag lyukat ástak. Fuhuhu. Lehet, hogy inkább menekülnünk kéne ezektől a csigáktól. Csak nem a csigák szent temploma. Azt mondja, ez az átjáró már biztosan a csigák rejtek helyére visz. Készülj fel, barátom. Ha oda bemegyünk, már nincs visszaút. Már ha be tudok menni. Bementem a száján, és kijövök a... És tényleg valami olyasmi van megcsinálva. Ajaj. Végre megérkeztünk, lássuk, hogy tudunk bejutni. Csiha. Jújújújúj, de sok minden van itt. Szia, tudnál nekünk segíteni? Be kellene jutnunk abba az épületbe. Ahogy ez a gép. Tök állat. Persze, de csak akkor, hogyha meghallgatod a viccemet. Akkor mondja csak. Mi a legmegrázóbb élmény a világon? Na mi? Elektromosság. Istenem. De ez is, ez tök jó bele van szőve szintén. Ideig ugye csak annyi volt, hogy ott volt egy gép, megnyomd, és akkor kijön, hogy elektromosság. Itt meg tök jó beleszőtte a történetbe. Szeretem, a kreatívak vagytok. Haha, hát ez nagyon vicces, igen, ha. Ugye? Én magam találtam ki. Ha be akarsz jutni, állj alám. Ha be akarsz jutni, állj alám. Oké. Okay. Ez a pálya már úgyse lehetne perverzebb. Aládáltam most. Hogy ad jump boostot. Ja. Húha. Óriás piros csiga. Haha, most meghalsz te kis. Bika szeme. Mi van, Carlos? Hurrá, legyőztük a fő csigát. Most már a többi is el fog pusztulni. Igen, adj egy pacsit, barátom. Mitől pusztult el?
Ja, hogy ez a piros üveg pedig a piros csiganyál, ez biztos. Biztos, biztos. Fú, hát ez egy tök jó pálya volt. Nézzük a befejezést. Befejezés 2. Wrong way, oké. Okay. Készítette Paku Senpai. Történet vége. Befejezés 2.0, tehát történet vége. Az újras piros csigából sushi csináltatok, később eladtátok a fekete piacon, amiből fedeztétek a fa árát. Majd folytattátok az extrém faszállítást, és mindenki boldogan élt, kivéve Kyle, akit 2 héten belül elvitt az éjsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy végigjátszottad a pályámat és a lehetőséget, hogy ezt megépíthettem. Öröm volt minden perce, az első 5 percig. Jó duma. Remélem jól élvezted magad, mert ugye tudod, egy szabály volt. Ja, és bocsi, Kenny. Annyi kritikám van, hogy mintha el lettek volna mozgatva azok az építmények. De amiért ilyen jó pályát csinálta, azért elnézőbb leszek. Na, menjünk Jackie Chan. A következő pályát, hát megint csak nem írt nevet, úgyhogy az e-mail alapján Bones Block készítette. A cím meg csak annyi volt, hogy kirakós kalandpályám, de hát ha kiderül még, lássuk. Érdekes kezdőszoba, eddig jó. Szabályok. Hűha. Kalandmód békés, igen, minden game rule, igen, semmilyen parancsot nem is fogok, barkácsolni sem fogok. Ha nem tetszik a történet, vagy értelmetlen találod, ez van, te találtad ki. Szigorúan 1.8.6. Üdvözlet. Szia Csabusa, üdvözlök a kirakós kaland pajan. Remélem tetszeni fog. Mi a történet? Természetesen nagy része a pálya végigjátszása közben fog kiderülni. Egy átlagos ember vagy, egy nagyon érdekes környéken élsz. Egy kis falucskában laksz, ami elég kicsi. A légyszám. Haha! Légyszám! A légyszám csupán 4 ember. Szóval itt ilyen légy emberek laknak. Minden napod egyhangú. Nem csinál semmi érdekeset. Tudom, egyik kakiról repkedek a másik kakira, mint ahogy ezt legyek szokták. De ma minden megváltozik. Kíváncsi vagyok. Indítás. Kedd. 8.32. Ha, jó reggelt nekem! De jót aludtam, megyek, vágok egy kis fát. Kezdett kifogyni belőle. Ja, kezdek kifogyni. Viszek kenyeret. Friss kenyér, ez nagyon finom, friss, csak Sancho meg ne tudja. Azt mondja, nincs más. Uhú. Mit mond nekem a föld? Azt mondja a föld. Úristen! Hát itt meg mi történt? Kiszöktek a command blokkjaim? Á, ez jó. És a fák? Ugye nem? A piros csigák? Mi van? Mindegy, megkérdezem az admirális, tud-e erről valamit? Feladat? Kérdezz meg az admirálist. Épp piros csigák csináltak valamit, de húzták a piros csiganyálat. Tök jó. Ott vannak a command blokkjaim. Ez biztos az admirális. Oszta! Jó napot, admirális! Nem lá... Nem, erre vannak a piros csigák. De hát, admirális, még meg sem kérdeztem semmit, mindegy. Szóval, tud valamit? Mit tegyek, hogy elmondja? Hát, 2 dolog is lenne. Az egyik, hogy le kéne tesztelni az új kalandpálya első akadályát, a cikcak létrákat. Na ne! Ez ott van a faszabi háza mögött, ez egy nagyon perverz rész. Faszállítok, meg faszabi, most komolyan? A másik, hogy a mini sufniban van a számszeríjam, de nem találom a kulcsát. Vagy Csabinyónál, vagy Faszabinál van a kulcs. Elhoznád nekem a számszeríjamat? Ha ezeket teljesíted, beszélek. Hát jó, de ha ezek után nem segít, akkor feljelentem. Tök logikus. Vagyis igen, feljelentem. Ahogy kész vagyok, jövök. Feladat, menj a Csabinyóhoz és Faszabihoz, és kérdezd meg, hogy náluk van-e a sufni kulcsa. Először Csabinyóhoz menjek, jó? Ja, ott van még egy ház. Csabinyó. Hú, hát hogy nézel ki? Hogy meg van görnyetve. Azt mondja, hogy a Csabinyó nincs rá, röf-röf. Oké, szóval nincs nálad, bocsánat a zavarásért, őszia.
Süty. Szia, faszavi, nálad van sufni kulcsa? Igen, meft, kéne? Igen, odaadod? Perfekt, teffék! Köszönöm, szia! Mert kell a sufnival számszélyet és vidd az admirálisnak. Nem furák itt a textúrák. Be fogom magam zárni. Ajaj. Ah, és nem. Jó. Megvan a számszeri. Tessék, ezt nem tudtad megcsinálni. Köszönöm szépen. Ugye jól működött az akadály? Igen, tökéletesen működik. Ah. Akkor jó, szóval a piros csillag búvó helye a vízesés mögött van, de falon nem lehet felmászni, tehát át kéne repülni. Van egy láthatatlan helikopterem, hát jó, azzal át tudsz repülni. Itt a kulcs, ezzel tudod beindítani. Indítsam a helikoptert és repüljek át, oké. Okay. Ajjaj, nincs benzin, a helikopter nem indul. Szólj az admirálisnak, hogy nem indul a helikopter. Admirális, nem működik a helikopter, a láthatatlan helikopter. Kifogyott a benzin. Jaj, akkor másik utat kéne keresni. Figyelj, nem lehet, hogy át lehet menni a vízesés mögött? Szerintem nézd meg. Nézd meg, hogy van-e valami a vízesés mögött. És van valami a vízesés mögött? Még egy gondolat? Csabusa gondoltata? Hát ez a piros csíja búvó helyen megtaláltam. Benézek, mi van bent. Nézd be a piros csíja búvó helyébe. Nézzünk be. Húha. Most itt valami láthatatlan fal van. Aha, itt van a következő gondoltata. Csabusa gondolata. Jaj, ne, őrök védik a piros csigák királyát, pedig ha őt el tudnám pusztítani, akkor a többi piros csiga is eltűnne. Na hát, ennek is az a története. Megkérdezem az admirális, hogy tud-e valamiről, amivel el lehetne pusztítani. Kérdezz meg az admirális, hogy van-e valami, amivel el lehet pusztítani. Admirális, megvan a piros csigák búvóhely, a vízesés mögött be lehet menni, de őrök védik a királyt. Hogy juthatnék be, és mivel ölhetném meg a piros csigák királyát? Figyelj! Ha felnézel, láthatsz egy óriási gyémántblokkból készült mini templomot. Asta. Abban van a fegyver, amivel le tudod győzni. Faszabi házáról fel tudnál jutni, mivel van ott egy rejtett lépcső, csak azt nem tudom, hogy juss fel a tetejére. Úgyis kiszöktek a kommandblokkjait. Nem tudnám valamit segíteni ebben? Egyébként, ha óvatosan beosonsz az őrök mögött, akkor nem vesznek észre. Azt mondja, nézd meg, hogy a kiszökött kommandokok közül tud-e valamelyik segíteni, feljutni faszabi háza tetejére. Ha megvan, a Csabusa gondoltata. Ha jól láttam, CB töki is kiszökött, ő biztos megdobna valami jóval. Jó. Még egy gondoltata? Nem, ez XD. Ja, és akkor ezek így fogják kirogatni. 2.D. Szia, gazdi! Nagyon unkozom, zé! Lehet, hogy kicsit hangos lesz a billentyűzet. Elektromosság, hopp, megvan. Vagyis mostanában szeret hangoskodni. De remélem nem fog nagyon hallatszódni. Lehet, hogy szakítanom kéne a billentyűzettel, mert nagyon hangoskodik. Mármint úgy értem, hogy őt szakítom meg. Na. És a dugrás effektet. Jó vagy. Jaj, csak menjek le, mi? Gyorsan. Mindjárt elmúlik. Már csak 3 perc, 47 másodpercen van. 45. 43. Menj fel. Mi ez a gomb? Láthatatlan lépcsőből látható lépcső lett. És itt van a kivégző. Akkor ez most az... Beosonás ez? Jó. Csabusa gondoltata, gyorsan kell csinálnom. Most tényleg ki tudok ötni veletöket. Piros csiga király, ne őrök! Meghalsz! Ez az, megvan a feje, futás.
De ezek nem adnak blokkot, nem lesz maga feje. Haha. Megölés. Ó! Ó! Ez érdekes volt. Szóval levágtam a fejét, aztán még itt, aztán még külön gombbal is. Au, ne! Jó. Egyébként, hogyha nem lett volna kikapcsolva a dual tide drops, hopp, ott volt még egyszer. A dual tide drops, hogyha true van, akkor megkapom a blokkot, aki ütem. Azt mondja az admirál, és köszönöm szépen, megmentetted a falucskát, örök hála, már csak takarítani kell, azt nem én fogok. Köszönet is történet vége, köszönet. Köszönöm szépen, hogy végigjátszottad a pályámat, remélem tetszett. A pályát készítette Bonzblock. Történt vége. A kis falucskád fár nap alatt feltakarította a piros nyálkát, és ezután boldogan éltetek, míg meg nem haltatok. Ja, és a kommandókokat azóta se terelted vissza. Vége. Az utolsó előtti pályát Blinti készítette, és az a cím, hogy Sivatagi Expedíció. Lássuk. Az igen, ez mi volt? A Polyén alkotójától, micsoda? Blinti. Ja, itt van valami írás. A zöld pálya mutatja az utat. És így megy előttem a zöld. Az igen. Hú, hát eddig le van esve az állam. Nem jól néz ki. Jobb klik ide. Jújj! Nem látok semmit. De közben van írás, azt mondja, emberfajzat, ezt gondolom én vagyok, gyite, te bestia. Fél ötől oda kell érnem a szökőkúthoz, és még a homokvihar szörny elől is siettünk el, mert ha idejére a homokvihar elpusztít minket. Külső nézetben lássak is valamit. Aha, ja. Ez aki van iszke, ez a homokvihar szörny. Akkor kövessük történet. Fú, hát ez egy nagyon látványos pálya, nagyon-nagyon komoly. A faluban egy sikeres expedíción veszel részt, egy hatalmas kőolajmezőt találtok, nagyon közel a mítikus piramishoz és a szfinxhez. Ezt nem hiszem, hogy tényleg a kirakósra csináltad. Egy új fejlesztésű szupertitkos üvegfúrót fognak bevetni, míg a motorja sincs a fúró hegyre téve, éppen csak bele lett érintve a homokba a hegye. Igen, tehát fúrni akarunk. Hirtelen csak úgy a semmiből előjöttek a szörnyek. A mitikus épületek védelmezői, hogy a területeket ne rongálják kőolajbányászattal. Túl közel merészkedte a homokvihar szörnyhöz, és elrepített jó messzire a homok viharjával. Amikor magadhoz tértél, itt voltál semmi közepén a sivatagban. A sivatagban, ahogy kóboroltál, találkoztál ezzel a falusival, ő pedig lóvá tett, és most tartasz a bázisra. Ja, hogy én vagyok a ló. Mivel már a katonaságot is bevetették a szörnyek ellen, ez már nem egy sima expedíció. Azt a mindenit. Kezdően érzésem lenni, hogy ez így nem a kirakósra készült, ez csak egy pálya, amit elküldtél, és azt mondod, hogy benne lesz az is, amit én leraktam. Gyanús. Itt van Jeanette. Szerelmem, végre visszatértem faluba. Szia! Csak úgy dúl a szerelem közöttük. Szia! Jaj, micsoda love dúl itt, ugye? Na de én meg hogy már nem vagyok többé ló, megyek is vissza a táborba, de hát minimum az, hogy behúzok neki. És be is tudok húzni neki. Cső. Ezek után majd kapom a kérdéseket, hogy hogyan lehet ilyen útjelzést csinálni. A tippem az, hogy itt entitások vannak, és a körülöttem lévőkkel lefuttatom ezt az effektet. Úgyhogy mindig ahol vagyok, ugye? A közelemben lévőkön ott van rajta. És hát ilyen szépen,
útvonal, ezen az útvonalon így lerakta sűrűn ezeket az entitásokat, nem tudom mi lehet, talán armor stand, de bármi lehet. És akkor, hogy haladok, ugye mindig látszódnak körülöttem. Nagyon ötletes. Ezredes. Nagyon oroszlános feje van. Júj. Na végre előkerültél, hát már mindenhol kerestünk, jó vagy? Persze, úgy érzem magam, mint aki nemrég új testet kapott. Hé, főnök, már megint az átonyra futott az anyagszállító konvoj elé egy kalózhajó. És elállta az utunkat. Jó, azt hiszem értem, mit akar. Basszus, ezek a sivatagi kalózok. Viszont örülök neki, hogy nincs bajod. Hagytam számodra a lábadon, a ládában dolgokat. Ha valamire szükséged van belőle, akkor nyugodtan vedd ki. Aztán menj is a számszeríjadért, ott vannak a sátorodban. És próbál meg megsebezni a homokszörnyet. Hé, főnök, az új admirális még sose látott ilyet, és most megbolondult, meg hülyeségeket beszél, valami csigákat, meg nagy gombákat emleget. Jó van, adjatok neki nyugtatót, meg ültessétek le valahová, még el nem ájul. Nos, akkor én megyek is a számszeríjamért. Én kocsit épített, azt a mindenit, el vagyok elájulva. Nem jól néz ki. A szereplő is. A darálóban miért nem kapok ilyen pályákat? Vagy nekem kéne még szigorúbban válogatni? Na. Hű, mekkora ez a bestia. Inkább a házak között bujkába menjek, nehogy észrevegyen, és valamit csináljon velem ő is. Az ott. De én meg akarom nézni. Nagyon jól néz ki. Tehát, hogyha saját pálya, akkor fú, minden elismerés. Hogyha nem letöltött, akkor remélem ki van írva. Ki volt az eredeti készítő, az építő. Aha, igen, egyébként is ide szembe jövök vele, úgyhogy látni. Fú. Itt eléggé fogok látszani, nagyon remélem nem vesz észre. Jó, micsoda gép. Hú, nem vett észre. Viszont ahogy látom, ez lehet az a híres újfejlesztésű üvegfúró. Hogy találnak ki ilyet? Üveggel fúrni. Aha, itt van, igen, itt van az az építmény. Hát csak jól el van rejtve. Itt az admirális. Nem erre vannak a piros csigák? Jól van, admirális, jól van, nem lesz semmi baj. Hát tényleg hülyeségeket beszél. Nos, megérkeztem. Ja, számszerű, persze. Ha, tetszik, hogy erre is gondolt, hogy így addig tart az út, és hogyha megcsinom, amit kell, utána folytatódik. Restomból 5-ös. Igen, most idejöttem a szörny farához. Valószínűleg análisan fogom elintézni őt a számszeríjammal. Haha, tök jól néz ki fel a lépcsőn. Oké. És akkor Csabusa, mondom a rádióban. Uram, csak egy darabja van meg a számszerénynek, ezzel nem tudom meglőni a homok vihar szörnyet. Csabusa rádiója. Dobd el a francba és inkább segíts a másik szörny elpusztításában. Egy repülőt indítottunk a szupertitkus gyémánt lézerrel, hogy eldaraboljuk vele a szörnyet. Eldaraboljuk. De a távirányító egység a lézerhez elromlott, menj és javíts meg, rendben indulok. Hát akkor javítsunk. Azt mondja. Na végre ideértél, már majdnem megette a repülőt ez a szép nagy cica. Én nem értek a képekhez, tessék, itt van vezeték meg, harapófogó, csak gyorsan csináld. Jó, csinálom. És egy diamantra tudom lerakni, ezzel pedig restont tudok törni.
Hát megpróbálom megoldani. Ah, sikerült! Köszönöm, nagyon izgultam. Köszönöm, most menj és a motort is javítsd meg. A rákötött vezérlő egység mindig csak azt írja ki, hogy elektromosság. Fogalmam sincs, miért írja ezt. És milyen rákot csinálják vele? Ja, most kéne vágnom Restont. Megnyomni a gombot. Azt mondja, elektromosság. Szerintem ennek is valami vezeték problémája lehet. Melyik is leellenőrzöm, hogy rendben vannak-e a vezetékek. Jó. Vezetékjavítása. Meg is javítottam. Vészriadó, menekülj, hagyd el a terepet, amilyen gyorsan csak tudod. Húha, akkor már megyek is. Azt hiszem ez a repülő lesz a legalkalmasabb arra, hogy elmeneküljek a leggyorsabban. Jó. Ez az. Oda. Most komolyan oda. De ez nem tudok. Ez egy ejtőernyő. Az ejtőernyőre kéne ugrani. Mondjuk, meg ezt a részletet nem értem, hogy ejtőernyőre ráugrani. Hoha. Ez most tényleg olyan elakadós. Nem tudok akkor átugrani. De hogy? Kellett volna találnom valami bájtát, vagy ugrás effekt, vagy valami? Akkor nem lehet ugrani. Itt láthatatlan fal van, és így ugorjak be oda. Megoldottam. Fú. Nem tudom, hogy csináltad, de repülő megáll egy helyben. Azt mondja, végre megmenekültem. Azt mondja, állj ide és nézz a fekete falra. Ugorj egy, és nyomd az előrét folyamatosan. Ez jó, ilyen stáblista. Csak túl gyors. Blinti készítette. Ők tesztelték. Hú, hát ezért nem bírom elolvasni. Oké, de megmutattam mindenkit. Fú, hát nagyon köszönöm a pályát. Nagyon-nagyon szépen ki van dolgozva. Azt hiszem, hogy mindjárt repülök is egyet. Igen, legtöbb köszönet a pálya elkészültés. Készültéhez sajt 32-nek. A mai utolsó pályát Botetta készítette, és az a cím, hogy a piros csigák. Lássuk. Bár az előzőt nem tudom, hogy lehet még felülmúlni. Ez egy üdvözlés. Üdvözlök Csabus a pályámon. Készítés tesztelő. Készítette Botetta, és Hálol 01 tesztelte. A szabályok pedig. Kalandmód békés, érezzem jól magam, illetve élvezem jól magam, ne legyek beállítva? Mi? Ne legyél beállítva. Történet, a piros csigák be vannak állítva. Ezt a szöveget. És ezért mindent kövé változtatnak. Neked az admirális segítségével meg kell állítanod őket. Információ. A gémlók is be vannak állítva. Igen, mindenki be van állítva. És másik egy indítás. Indítás. Itt vagyok a beállított fákban. Ó, értem! És akkor itt már kövé vannak beállítva a fák. Aha, tök jó. Itt látszik, hogy randalíroztak a csigák. Megvan. Azért nem merre vannak a piros csigák, de akkor merre vannak? Azt nem tudom, de azt tudom, hogy elkezdtek építeni egy nagy, unalmas, átlagos feladatokból álló kalandpályát. Jaj, ez nagyon-nagyon rosszul hangzik. Menj végig rajta, hát ha megtalad közben őket. Ja, Istenem, miért nem lehet a pálya mellett menni? A csigák pályát építenek? Hát ez érdekes. Mondjuk jobb lenne, ha inkább valami izgalmasat építenének. Na mindegy, végigmegyek rajta, hát ha megtalad őket. Folytatás. Nem nézek oda. Üdvözlünk a mapon. Mapbáj csigák. Oké. Okay. Szabályok, ne törj, ne rakd bokkot, ne spampontozz.
Ne gémmódolj, ne szegd meg a szabályokat, kövesd a pályát, figyelj, a mapot nem ajánljuk azoknak, akik allergiásak az angol szavakra. Jó szórakozást! Ah, ez egy csobusak gondoltata. A csigák biztos tudnak a víz alatt lélegezni, mert én mindjárt megfulladok ebben a sok waterben. Ah, és a szöveg. Feladat. Latterjump. És komolyan meg kell csinálnom. Ez csak egy poén volt, hogy látod, hogy ilyen első pálya, oké, ugorjunk. És nem tudom, meg kell csinálni. Jaj, ne. Ez nagyon szemét. Nem is sikerült. De most komolyan mit csináljak? Itt vagyok és nem tudom mit csináljak. Egyébként büszkék lehettek rám, tehát ilyenkor már rég kreatívba váltottam volna, de még nem. Ó, és ezen múlott, oké. Azt mondjam, itt meg vajon mit kell csinálni, írja a gondoltata. Ugrani egyet. Leesni. Biztos van lent egy liter water is abba. De nem látok alá. Eltaláltam. Ó, túléltem. És itt van beszorítva az admirális. Úgy látszik, a csigák nem építették tovább a pályát. Hát ennek nem volt sok értelme, de akkor most hogy találjuk meg a csigákat? Van egy ötletem, hogyan találhatnánk meg őket. Kérdezzük meg a gépet. Szia a gép. Hol vannak a piros csigák? Feldolgozás, válasz keresése. Kérek, várj, ez eltarthat egy ideig. Jaj, ne, szivatni fog. Megvan, elektromosság. Az elektromosság segítségével meg lehet nézni a Google Maps-en. Keresés a Google Maps-en. A csigák pozíciája sikeresen beazonosítva. Teleport parancs generálása. A parancs sikeresen legenerálva, kattints a teleport feliratra. Oké. És itt vannak a piros csigák. Számszerű. Hát ez a törött számszerű, ilyen nem fog sokra menni. Köszönöm. Most megvagytok gonosz piros csigák. Jaj, ne, kérlek, ne bánts minket, mi nem csináltunk semmit. Dehogy nem, mindent kövé változtattatok. Ja, az baj. Hát igen, elég nagy baj. Minden tele van kővel, és nem valami szép. Hát tudod, ez azért van, mert be volt állítva a kövé változtatás, de akarod, kiállítjuk. Kövé változtatás, piros lap. Köszönöm szépen. És akkor van egy befejezés. Azért megnézem ezeket a csigákat. Mégis tényleg piros csigák, ha. Na, befejezés. Matetta, köszönöm szépen, hogy végigjátszottad a pályám, a csabusa remélem tetszett, ha akarod kattints ide, és akkor a gyémánt trónodról megnézheted a pályát. Ilyenkor nem sok értelme van, amikor nem egy egybefüggő terep van, hanem ilyen kis elkerített részek, így lehet nézni azt a blokkot, meg azt a blokkot, de egy kívülről annyira nem látványos. Fú, hát ennyi fért bele a mai négy pályában. A kézikönyv óvjam.